tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Imáron második alkalommal csalogatták egy bensőséges hangulatú adventi vásárra, az Áron Nagy Lajos térre a székesfehérváriakat a szervezők. Az Ötletgazda civil központ munkatársai gondoskodó szeretettel fogadták a műsorra érkezőket és a vásárlókat. Jó látni, hogy itt az adventben a negyedik gyertyagyújtás előtti szinte órákban sokan gondolták fontosnak, hogy eljönnek, akár kereskedők, árusok, civil közösségek, magánszemélyek, óvodák, akár kisebbek vagy éppen nagyobbak, jönnek majd a műsort nézni, hallgatni, közben termelőktől közvetlenül nagyon jó minőségű árut vásárolni, úgyhogy ez nagyon szép része, azt hiszem, hogy az adventi forgatagnak. Ez a karácsonyi találkozó több volt, mint vásár. Az adventi hangulat misztériuma átszötte a teret, lehetőség adott ott a vásárlás mellett a beszélgetésekre is. Így nem véletlen, hogy a találkozó házigazdája Molnár Tamás önkormányzati képviselő is örömének adott hangot, hogy sikerrel járt tervük megvalósítása. Szeretnénk hagyományt építeni ebből a kezdeményezésből, hogy egy picit össze tudjunk gyűlni advent alkalmából itt a civil központ előtti téren, és az is, hogy olyan termelőket hozunk el ide, akik tényleg a legkisebbek, olyan kézművesek, olyan kis termelők, akik saját maguk gyártják és termelik a portékájukat, és ezt most el tudjuk juttatni itt közvetlenül a székesfehérváriaknak. Én azt gondolom, hogy advent idején jó egy picit találkozni, megpihenni, beszélgetni, és majd a műsorokban is az oldások, a gyerekek megmutathatják azt, hogy mi hogy készültek fel a karácsonyra. Az adventi civil faluban Fejér megyei kézművesek is kínálták míves portékáikat a karácsonyi készülődés jegyében. A termelők változatos portékákkal érkeztek. Sáfrány, gomolyasajt különlegességek, friss gyümölcsök, bor termelői kézművesör, és még ezen kívül találhatóak virág árusoknak is a termékei. Egy bizonyos a szervezők, az Ökotudatos Fiatalokért Egyesület és a Vegyél Fejért akciója láttán mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a megye kézműves mestereivel lehet és érdemes hagyományt teremteni. Az adventi vásár a jövő hét szombatján folytatódik.